Kedves nézőink, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is gépszemle keretében mutatták be a téli felkészülést a közútkezelő ajkai üzemmérnökségén. Az eseményen mi is ott jártunk, kérem, tartsanak velünk! Milyennek ítéli az ajkai gépparkot, illetve a személyi feltételeket megyei viszonylatban? Hát megyei viszonylatban is nagyon jó állapotot ról tudok beszámolni. Hát az idején akkor a fejlesztések nem voltak, de az előző 3-4 évben több Mercedes Sterb autót és új traktorokat, John Deere fenntraktort szereztünk be a ajkai területre. Várható-e a közeljövőben egyéb fejlesztés? A gépfejlesztéseinket tovább is folytatja a társaság. Ilyen volumenű nem, de van azért még itt is egy pár öregebb gép, amit szeretnénk kicserélni jövő évre. És még főképp ezek a téli adaptereknek a cseréjébe bízunk, bontva azon terve a következő években. Mennyiben változtak a személyi feltételek, illetve ki lett most az ajkai üzemmérnökség igazgatója? Az ajkai üzemmérnökség vezető Horváth Frigyes úr lett, egy régi középtas kolléga került ide Ajkára. A további személyi állomány nem változott, gyakorlott műszaki kollégák és dolgozó állomány is változatlan. Komoly tapasztalatokkal rendelkezik a közútkezelés területén. Milyen feladatokat látott el korábban? A Szentendre üzemmérnökségnek voltam a vezetője, gyakorlatilag a Magyar Közúthoz, illetve annak jogelégyéhez. 1982. március idusán érkeztem először, és két rövidebb, kisebb kihagyással csinálom ezt a fantasztikus, gyönyörű szakmát. Milyennek találja az ajkai gépparkot? Rendkívül magas színvonalú, és ez egy óriási, óriási nyugat hátteret ad a, főként most a téli felkészítés során, hiszen azt azért tudni kell, hogy a Bakonyon átmenő utak azok vagy jegesek, vagy havassak, vagy a kettő között éppen. Jelenleg 13 gépet láthattunk a sorba, amit ott önök is felvettek. Természetesen mindenféle gépünk van, hiszen kisebb utakra még működőképes, még ha öregnek is tűnik, de még működőgépes gépek is tökéletesen el tudják látni azt a csíkosságmentesítési feladatot, amire kilettek valamikor találva. Az új és a modern gépek gramnyi pontosságot tudnak szórni. A hólyagkét úgy tudja állítani a fülkéből a gépkocsi vezető, hogy a legjobb szögbe tudja, és a lehető legnagyobb hatékonysággal lehet távolítani a havat az útfelületéről. Úgyhogy mindenfélénk van most, valóban így van. A legmodernebb gép is akkor tud a legjobban teljesíteni, hogyha a benne ülő ember jól teljesít. Milyennek ismerte meg az itt dolgozó munkatársakat? Ez nekem egy óriási öröm. Tehát abból a pár perces beszélgetésből, hiszen nem olyan régen érkeztem, mint egy két héttel ezelőtt, teljesen világos volt számomra az a kép, hogy nem csak a hivatástudat van meg a kollégákban, hanem a tudás is. És ez egy téli indításkor, ez szintén egy belső nyugalmat tud teremteni egy közösségbe, és gyanítom, hogy amikor a feszültség is lesz, ne legyen, de azért szokott lenni télen, akkor ugyanez jól fog tudni működni. Mennyi szóróanyag áll rendelkezésre? Hát a sóból abból 320 tonnánk van, az érdesítő anyagból abból 670 tonnánk. Ezek az induló készletek, és valamikor december környékén, január környékén jön a többi utánpótlás, és bízunk benne, hogy addig ez bőven kitart. De mindig a bizalom a fontos, aztán majd kiderül, hogy hogyan is fog működni a tél. Az előrejelzések alapján milyen térre kell készülni? Éppen most beszélgettünk erről. Állítólag egy normál, közepes, gyenge tél várható, de a Bakony az nem mindig erről szól. Tehát lehet, hogy ami az ország egészére igaz, az itt azért nem így fog történni. Ezért van szükség valóban ezekre a nagy kapacitás és rendkívül precízen működhethető sikosságmentesítő gépekre. Mert ezekkel valóban lehet pontos munkát végezni. Ugye azt is tudni kell, hogy a közeljövőben, vagy a közelmúltban kaptuk használatba a 4 sávos szakaszt, ami egy különleges feladat. Egy hófúvás esetén egy jóval nagyobb felületről a havat eltakarítani, az egy különlegesen bonyolult és nehéz feladat lehet, de majd meglátjuk, hogy mit is hoz valójában ez a mostani állapot. Mekkora az ajkai üzemmérnökség területe? 370 kilométer.
Ez a közepes nagyságú üzemmennyiségek világába tartozik. Korábban külsős gépeket is igénybe vettek az utakarban tartásához a meglévő állomány mellett. Idén is tervezik ezt? Igen, természetesen. Ezek leívható gépek, tehát az azt jelenti, hogy hogy mi akkor fogjuk ezeket igénybe venni, és akkor fizetünk értük, amikor dolgoznak. Tehát ez nem pontosan azért, mert szükség lehet rájuk, ezért a biztonság céljából mindenhol szükség van ilyen plusz háttérgépparkra. Tervez-e valamilyen változtatást az ajkai üzemmérnökségen belül? Jelenleg nem. Tehát jelenleg azt kell most, azt a váltásban eredő nyugalmat kell megteremteni, hogy a kollégák nyugodtan álljanak neki a télnek. Tehát semmi olyasmi nincs még a gondolataim között se, hogy most kellene valami újításba belefogni, nem, semmiképpen nem. Most a nyugalmat és a nyugodt munkafeltételeket kell biztosítani. Sorat szóval.